Jó estét kívánok, ez a Helyzetkép, Bájár Zsoltán, szervusz, jó estét. Szervusz, jó estét. Kezdjük is a ma esti közéleti témákat. Élő lánc a parlamentnél, ugye ezt a műsort május 8-án rögzítjük akkor, amikor megalakul Magyarországon az országgyűlés a választásokat követően, és ugye előtte való estére, május 7-ére a Mi vagyunk a többség mozgalom, bár már nem tudok eligazodni egyébként a sok Facebook mozgalom között, meghirdetett egy demonstrációt, hogy élő lánccal vegyék körbe a parlamentet, és így akadályozzák meg a leendő képviselők és a képviselők bejutását az országházba, az országgyűlésbe. Aztán nagyon úgy néz ki, hogy ma reggelre ez bohózatba fulladt, mert hogy az egyik újság azt írta tegnap este, hogy a főlépcsőt sem tudnák tulajdonképpen lezárni, mert hogy annyian vannak, tehát 150-200 embert tippelt talán a mérce, hogy annyian voltak, ma reggelre 50-re fogyatkoztak, és mostanra, amikor a felvétel van, pedig a Kossuth teret az biztos, hogy kiürítették. Igen, hát elég vicces. Én is, ahogy jöttem Miskolcra, egyrészt hallgattam is a híreket, másrészt meg eléggé el nem ítélhető módon, de belenéztem a mobilomba is. És olvastam, hogy 50-en maradtak reggel, és a főszervező, valami Gulyás Balázs talán, de lehet, hogy rosszul emlékszem én is a névre, írt is egyet, hogy hát nagyon számítottunk rátok, de nem jöttetek, úgyhogy részünkről ennyi volt, mi most megyünk. Az a helyzet, hogy nem kellett kordont építeni, ebből pedig az következett, hogy a Jobbik frakció ott ácsorgott a bazilika előtt, mindegyiknek a kezébe egy magyar zászló, mert arra vártak, hogy majd demonstratíve elindulnak a parlamentbe, és majd menetből lebontják az ott lévő csúnya kordont. Csak hát nem volt mit lebontani, mert nem kellett kordont építeni, mert 50 embernek, plusz annak az egy rastafejű kreténnek, aki szaladgált a rendőrök elől, vagy 10 percig, aki egyébként a ligetvédőknek a nem tudom kicsodája. Ezek miatt nem volt szükség kordonra. Ez az élő lánc a parlament köré, ez mai állás szerint úgy sikerült, hogy a kert végén a budit azt körbe tudták volna venni egy nagyon komoly élő lánccal. És még csak most jön a nyár. Szép lassan mindenki elmegy nyaralni, kezdődnek a fesztiválok. Tudtuk, hogy ez lesz. Mindenki tudta, szerintem még a szervezők is tudták, csak egyszerűbb volt azt mondani, hogy mi most akkor nem fogadjuk el a választás eredményét, meg csalás volt, meg amúgy is írgum-burgum, mintsem azt mondani, hogy emberek, bocsi, az a helyzet, hogy tönkre lettünk verve, valami új politikát kell csináljunk, mert ez nem jött be. Ezt kellett volna mondani, ehelyett van az, ami van. Hát így a Jobbik nem bontott kordont, Hatházi Ákos azt mondta, hogy viszont nem megy be és nem veszi fel, jelenleg még nem veszi fel a mandátumát. Micsoda csapás ez az országnak, egyébként csodálatos, nem ez a jelenleg, most még, egyelőre, nem teszek esküt ezekkel. Azt mondta a kampányban, ha Orbán győz, visszamegy Szekszárdra és visszavonul. Hát igen, csak állatorvosnak lenni, bejárni reggelenként, előről kezdeni, gyógyítgatni a kismacskákat, meg a kutyusokat, az sokkal macerásabb, mint fölvenni a jó kis képviselői fizetést, úgyhogy ő is meg fogja oldani, hogy majd bemenjen. Hát ugye erre mondta az Schiffer András, hogy az lett volna tisztességes, hogyha valóban azt, ha már meghozta azt a döntést, hogy akkor visszavonul, akkor vissza kellett volna vonulnia, és nem eljátszani ezt a fajta cirkuszt, de hogy úgy látszik, hogy Hatházi csak arra játszik, hogy egy média szereplést generáljon, és akkor ezzel kerüljön mondjuk a középpontba. Erről szól az egész élete. Igen, Hatházi Ákosnak. Hosszú évek óta ezt csinálja, semmi mást. Igen. Egyébként, hogyha már választási csalást említetted, akkor ugye az utóbbi időben az látszik kiderülni, hogy nem, hogy választási csalás nem történt, amit már ellenzéki delegáltaktól kezdődően az ellenzéki pártok is elismertek, hogy ilyen nem volt. És hát ugye már beszéltünk erről a műsorban, hogy körülbelül 50 ezer embert kellett volna ahhoz úgymond megvenni, hogy akár választási csalást lehessen csinálni ugye a szavazókörökben és a szavazóhelyiségekben. Viszont a kúria úgy néz ki, hogy elvett egy mandátumot a Fidesztől, így lett 133 a 134-ből, mert hogy 4000 szavazatot határon túliak levél szavazatai közül érvénytelenítettek, arra hivatkozva, hogy a nem megfelelő borítékban adták azokat postára, és hogy ezek a szavazatok ezek érvénytelenek. Ugye először a Nemzeti Választási Bizottság, ami kibővült a
ellenzéki tagokkal mondta ezt ki, hogy ezek a szavazatok érvénytelenek, hogy Fidesz a kúriához fordult az ügyben, és a kúria is úgy döntött, csak előtte föltett egy furcsa kérdést, méghozzá ugye azt kérdezte meg az MV-től, hogy a 4000 szavazat közül, hogyha ezek érvényesek, akkor az eredményeze plusz egy mandátumot a Fidesznek, és hogy ha még jól emlékszem, akkor talán azt a kérdést is föltették, hogy hány szavazat szükséges ahhoz, hogy plusz mandátumot. Igen, hogy plusz mandátumot. Erre meg is kapták a választ, hogy azt hiszem 500. 506, igen. 506. És a kúria ezek után az MV tájékoztatásával ugye szöges ellentétben azt mondta ki, hogy nem lehet utólag megállapítani, hogy hány szavazatról volt szó, nem lehet rekonstruálni az eseményeket, és innentől kezdődően úgy döntött, hogy akkor ezek a szavazatok ezek érvénytelenek. Közben az Alkotmánybíróság ugye kimondta, hogy a kúria döntése az alkotmányellenes, ettől függetlenül jogorvoslatra már nincs lehetőség. Igen, hát az a helyzet, tetszik, nem tetszik, hogy ha már egy hónapja választási csalásról ajvékolnak egyesek, ami szintén csak azért van, hogy ne kelljen bevallani, hogy kikaptunk, akkor most már azt hiszem papír is van arról, hogy ha volt választási csalás, akkor az utólag történt egy alkalommal, és a kúria követte, amikor is elvett egy mandátumot a Fidesztől. Méghozzá ilyen módon, ahogy te is nagyon helyesen vázoltad. A legdurvább ebben ez az ominózus levélke, amelyben előre megkérdezik, hogy befolyásolja-e a mandátumok számát. Sőt, hány befolyásolja a 4000-ből. Aztán megkapják a választ, és akkor úgy döntenek, hogy jó, akkor érvénytelen. Miközben a törvényben nincs leírva az, hogy csak a nem tudom milyen halványzöld borítékba lehet visszaküldeni. Ráadásul egy csomó helyen ez nem is megtehető. Egyébként ez a törvényi szabályozás hiányosságaiból fakad, bár tegyük hozzá, hogy a törvény alkotó, a törvény megalkotásakor nem láthatta előre, hogy lesznek olyan nem elhanyagolható tényezők, mint például az, hogy Szlovákia vagy Ukrajna akár meg is fosztja állampolgárságától azon állampolgárait, akik egy másik ország állampolgárai is. Így aztán például felvidéki vagy kárpátaljai magyarok, akik szavaznak, mert állampolgárságot kaptak, nem mernek a hivatalos borítékkal bemenni a postára és feladni, mert teljesen jogosan attól félnek, hogy egész egyszerűen lebuknak, hogy ők magyar állampolgárok, részt vesznek a szavazáson, ez a boríték ezt bizonyítaná, így az önmaguk védelmében vesznek egy úgymond civil borítékot, azt abba tesznek bele mindent, és úgy adják föl. Erre a jogalkotó nem volt felkészülve, ugyanakkor teljesen nincs a szövegben ilyen, hogy csak a kis halványzó boríték az érvényes. Innentől kezdve pedig a kúria, hát azt kell mondjam, hogy igencsak durván beavatkozott a választásba, elvett egy mandátumot a Fidesztől, és odaadott egy Fidesz mandátumot a Jobbiknak, még az az isteni szerencse, hogy a kétharmad ettől függetlenül is pont megvan, de nem gondolnám, hogy a fényességes bírói testületnek ehhez joga lenne. Ugye maga Orbán Viktor is azt mondta, hogy ez a választásokban való súlyos beavatkozás volt. Hát, mert az. Igen. Tehát, hogy ilyen még nem nagyon történt Magyarországon. És reméljük nem is fog, és azt is reméljük, hogy az ismert gyakorlati okok figyelembe veszi az új kétharmados többség, és például ezekre jogorvoslatot hoz. Magyarán a választási törvénybe akkor reagálni kell ezekre az anomáliákra, és bele kell írni konkrétan, hogy tök mindegy, hogy milyen borítékba adják föl, pont. Ezek után szerinted Darák Péter távozik, vagy? Nem úgy ismerem, hogy távozna. Ő majd büszkén megmagyarázza. Tegnap már elkezdte, pont nálunk az Echo TV-be. Magyarázzák a magyarázhatatlant. De különösen ezt a kis levélkét lesz nehéz megmagyarázni. Menjünk tovább Brüsszelbe szerintem. Ugye elkészült a Liebe bizottság jelentése, és Sargentini az Európai Parlament elé tárta ezt a jelentést.
ahol ugye azt mondta, hogy Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének a kockázata, ezért indokolt, vagy indokolt lenne az alapszerződés 7-es cikkeinek ugye a bevezetése, vagyis Magyarország szavazati jogának a felfüggesztése. A zöldpárti jelentéstevő egyébként a tervezetet bemutatva azt mondta, hogy mindenkinek előtt azt vizsgálják, hogy a magyarok alapjogai hogyan érvényesülnek, az állam miként bánik a polgáraival, és hát ezt látva az EU-nak pedig kötelessége beavatkozni a magyarországi folyamatokba. Magyarországon milyen súlyosan sérült demokrácia, civil közösségek ellehetetlenítése, az antiszemitizmus, ez újra előjött, úgy látszik, és hogy ez eluralkodott Magyarországon, kézzel tapintható jelenség, és az állampolgárok emiatt is félelemben élnek, és egyébként pedig sérül a szólásszabadság is. A Szijjártó Péter minősített hazugságok gyűjteményének nevezte mindazt, amit Sargentiniek jelentésként letettek az asztalra. Erre ugye azt mondta, hogy nem bírálhatja így, ha konstruktív akar lenni a jelentéstevő Szijjártó Péter, de hát ugye korábban Sargentini azt is mondta, hogy neki joga van egyébként beavatkozni magyarországi folyamatokba, és hogy joga van elősegíteni, hogy megfelelő kormány legyen, ez a megfelelő szó, ez talán beszédes. Amit a külügyminiszter mondott, annál sokkal többet nem is nagyon lehet hozzátenni mindehez. Ez a nő egy gazember, aki gátlástalanul hazudik, és teszi mindezt megbízásból. Nagyjából ennyi. Ha egy kicsit mélyebbre hatolunk, jó, akkor nézzük meg az antiszemitizmus kérdését első körben. Magyarországon tombol az antiszemitizmus. Aha, tényleg. Nekem is úgy tűnik. Hát most volt a HVG egyébként, hogy hány, valamelyik, nem is tudom milyen, soha nem hallottam ezt a nevet, a zsidó szervezetet megkérdezték, hogy annak egy képviselőt, és azt mondta, hogy itt már 150 ezrével hagyják el a zsidók Magyarországon. Ó, hogy ne, persze. Ez sem igaz, de mindig lehet találni. Tehát ameddig lószar van, veréb is van, tartja a bölcs magyar mondás. Sargentiniék a lószar, és ehhez utólag HVG-jék verebeket keresnek, akik ebből majd csipegetnek. Hát találtak akkor egy zsidó szervezetet, aki csipeget a lószarból, nincs ezzel probléma. Az igazság ezzel szemben viszonylag egyszerű. Berlinben az utcán verik és inzultálják a zsidókat, Párizsban megölik, fölgyújtják, brutálisan összeverik, a zsidókat kirabolják, a zsidó iskolákra a fegyveres őrök vigyáznak, de természetesen nálunk tombol az antiszemitizmus. Ad acta, nem kell ezzel foglalkozni. Nincs erre se idő, se energia, hogy ezekkel a rohadékokkal az ember foglalkozzon. De ha még egy kicsit beljebb ugrunk ebbe a kis jelentésbe, épp a vasárnapi műsoromban Dajs Tomi volt, vagy Tamás barátom volt a vendégem, ő is hozott példákat arra, hogy mik olvashatók ebbe. Közbeszerzések kiírásánál írja Sargentini, egyszerűen vérlázító, hogy a közbeszerzéseknél 35%-os arányban egy szereplős, tehát magyarul nincs igazi verseny, mert csak egy szereplő van a közbeszerzésnél. Az a helyzet, hogy harmadik éve 20% alatt van, és ez egyszer s mind jobb, mint az össz-uniós átlag. Ez a tény. Ez a statisztikai adat. Ez a hasára üt, és beírja a 35%-ot. Kell még valamit mondanom, Hildikó? Egyébként az is érdekes, hogy kiket kérdeztek meg a jelentésen, mert ugye azt tudjuk, hogy a kormányt nem nagyon interjúolták meg. Hát a 444.hu-t, meg a HVG-t, meg a 24.hu-t, meg az Indexet. Azok állították össze a jelentést. Téged megkérdeztek, Péter? Engem nem. Meg fogsz lepődni, engem se. Pedig, hogyha 444-et megkérdezték, szerintem megkérdezhetik volna a Magyar Időket is. Vagy hát a Miskolci TV-t, nem? De akkor ez a jelentés ez valószínűleg ennyire hivatalos. Ez a jelentés, ez ennek a budi falán van a helye. Igen. Na most ennek örvén ugye, vagy lehet, hogy nem ennek örvén, de hát elkezdődött a 2020 és 2027-es költségvetés tervezése, és hát Juncker, mint bizottsági elnök, az irányvonalakat már vázolta is egyébként az Európai Igen. Parlamentben, amiből ugye kiderült, hogy valamelyest visszakozott az Európai Bizottság, mert a pénzek csökkentésével kapcsolatban hát mérsékelték
az eredeti elképzelést, viszont hozzátették, hogy a jogállamisághoz kötnék ezeknek a pénzeknek a kifizetését. Magyarán egy olyan mechanizmust léptetnének életbe, hogyha úgy gondolják, hogy sérül a jogállamiság egy-egy tagállamban, akkor felfüggeszthetnék a pénzek kifizetését, vagy rosszabb esetben akár meg is vonhatnák ezt. Az, hogy ha úgy gondolják, ezt nem véletlenül mondtam, mert egyelőre ezt nem tudjuk, hogy hogyan lehetne megállapítani, hogy sérül a jogállamiság valahol. A másik pedig az, hogy ugye most úgy látszik, hogy a hetes cikket, amit atombombaként emlegetnek, de hogy nem tudják aktiválni, akár Lengyelországgal, akár Magyarországgal szemben, ezért most kerestek egy másik cikket az európai szerződésben, amire hivatkoznak, vagy próbálják annak örvén keresztül nyomni ezt a fajta megközelítést. Persze, na jó, hát akkor tegyünk úgy egy pillanatra, minthogyha komoly és normális emberekkel állnánk szemben, és itt Junckertől Sargentiniig terjedő skálára gondolok, egy pillanatra tegyünk úgy, mintha ezek normálisak, komolyak, számításba vehetők és tisztességesek lennének. Ha ezt ez a premisszánk, tévúton járnánk, ha ezt feltételeznénk, de ha ez a premisszánk, akkor erre azt tudjuk mondani, amit egyébként a miniszterelnök már mondott, hogy csigavér. Az uniós költségvetés elfogadásához épp úgy teljes egyetértés kell, mint számos egyéb dologhoz. Első számú. Kettes számú. Mérhetetlen szép hosszú vita áll előttünk. 3. Jövő tavasszal Európa parlamenti választások vannak. A mai tudásunk szerint, és elnézvén a nyugati társadalmak állapotát és mérhetetlen frusztrált felháborodását és visszanyelt indulatait, amit például az rájuk oktrojált migráns hullám okoz, nem nagyon járunk messze a valóságtól, hogyha azt feltételezzük, hogy ezek az alakok jövőre az EP választáson minden lesznek zavarva és hajtva az anyjuk keservébe, és majd egy egészen új európai parlamenttel, és értelemszerűen egy új európai vezetőséggel kell zöld ágra vergődnünk nekünk is, meg a lengyeleknek, meg mondjuk a V4-eknek, zusammen. Végezetül pedig szeretem, amikor jogállamiságra hivatkozva szankciókat akarnak itt egyesek bevezetni, miközben a jogállamiság állapotáról kizárólag hazugságokat képesek leírni, hogy valamivel alátámasszák azt az egyszerű akaratukat, hogy meg kell törni Közép-Európát, hogy ide is jöjjenek a migránsok, semmi másról nincsen szó. És azt különösen szeretem, amikor ezek az alakok, ilyen Verhofstadtokkal az élen, azt mondják, hogy ú, bezzeg, ha ezek az országok ma jelentkeznének az Unióba, föl se vennénk őket. Mondják ezt azok az országok, Görögország hiánya 177%-os. Olaszországé 110 közelében. Ez azért fontos, mert ezekből a pénzekből őket szeretnék támogatni, mondották. Franciaország mindjárt 98-at elhagyta. Ugye az uniós előírás, amellyel tag lehetsz, az 65, ha jól sejtem. 65. Hát valahol ott van, igen. Ha emlékeim nem csalnak, egyébként éppen szép lassan a németek is átlépik. Na most, ezek beszélnek arról, hogy minket nem vennének föl valami homályos jogállami lószarra hivatkozva, miközben itt ácsorognak a 100% fölötti államháztartási hiányaikkal, és döngetik a mellüket, hogy ők milyen remek uniós tagállamok. Hagyjuk már egymást lógva. Hát ugye a másik kérdés pedig az, hogy amit fel is tettek talán valamelyik lapban, hogy mit szólnak ehhez majd a német befektetők és vállalkozók. Hát hiszen a kohéziós pénzek bizonyítottan visszakerülnek. 10-ből 9 euró hozzájuk kerül vissza. Biztos meg fogják dicsérni Merkel mamát, hogy kivett a zsebükből 10 eurónként 9-et. Nagyon boldogok lesznek. És ha már a jogállamiságról beszélünk, vagy legalábbis a demokrácia állapotáról, akkor azt azért tegyük hozzá gyorsan, hogy miután ezt bemutatják, ezt a fajta tervezetet, Jean-Claude Juncker fogja magát és elmegy Karl Marx
születésének évfordulójára is felavatja a szobrát, majd utána a beszédében arról beszél, hogy tulajdonképpen nem az ideológiával van a baj, vagy az ideológussal van baj, bocsánat, aki megalkotta ezt az ideológiát, hanem azokkal, akik ezt alkalmazták és kifordították. Igen, hát örülök közben is. Ugye azt tudjuk, hogy a kommunista diktatúrák 100 millió ember halálát okozták. Hát 300-ét. 300 millióét. Örülök, hogy ezt idehoztad így a végén. Mert tényleg, ha az ember így nézi, akkor kínjában röhög, ha úgy nézi, akkor ez olyan szinten felháborító, hogy a szavak nincsenek. És 30 éve hallgatjuk, rendszerváltás kezdete óta hallgatjuk, mondjuk magyarországi megmondó, lipsi értelmiségiek egyik fő mantrája az az, hogy minden szörnyűség a szavakkal kezdődik, és a szörnyű szavakból jesznek aztán a szörnyű tettek. Meg helynét idézik reggeltől estig, hogy akik könyvek égetésével kezdik, azok emberek égetésével végzik. Viszont úgy tűnik, hogy ez valamilyen oknál fogva a kommunistákra nem érvényes. Ők az egyetlenek, akikre nem. És Karl Marxot most Juncker mentegeti azzal, hogy hát ő csak ideológus, meg filozófus, meg nagy gondolkodó, és semmiért sem felel. Hát akkor talán, hogyha Juncker bácsi éppen két viszki között kijózanodván venné a fáradtságot, és nem kell messzire menni, hát vegye meg Lővnek a kommunizmus vörös könyvét, amiben gyakorlatilag semmi más nincs, mint Engels és Marx idézetek vannak összegyűjtve, abból a Neue Rheinische Zeitungból, ami Marxnak a saját újságja volt, és ahol hetente írogatta a vezércikkeit. Ha semmi más, de én már évekkel ezelőtt megírtam ezt, meg idéztem hosszan ezeket a marxi szövegeket, és az volt a cikkemnek a címe, hogy olvasott-e Hitler Marxot, amit nem valami cinikus, nevetséges kérdésfelvetésnek szántam, hanem a rög valóságnak, ugyanis erre a válasz egyébként az, hogy minden valószínűség szerint igaz. És ha írtak a 19. század második felében, vagy utolsó harmadában véresen antiszemita szövegeket, akkor azt nem más írta, most egyebekről ne is beszéljünk, azokat nem más írta, mint egyébként a rabbi fia, Karl Marx, aki leírja, hogy a zsidók pénzéhes bankárok, akik zsebrevágták a monarchiát Ferenc József császárostól, akik leírják, hogy a zsidó uzsorásoktól minden áron meg kell szabadulni, mert ők Európa és a világ rákfenéi, akik leírják, hogy a zsidónak egy istene van, a pénz, vagy aki leírja mondjuk nagy szellemi ellenlábas a LaSalle kapcsán magáról, LaSalle-ról, hogy ő már mint LaSalle nem más, mint egy zsidó nigger. Ilyen szövegek vannak a Neue Rheinische Zeitungban Karl Marx tollából. És ez természetesen akkor ez nem előzi meg, ugye? Tehát ez nem felelősek ezek a szövegek azért, ami aztán utóbb történik mondjuk a zsidósággal. Miközben jó, ha tudjuk, hogy a Völkischer Beobachter nevű náci viclapban, ez volt a nácik Ludas Matyja, ahol ugye megszületik ez az örök zsidó pónem, ahogy elképzel, a cilinderes, dagat, nagy szivaros, pénzes zsákon ülő zsidó, aki szívja a világ vérét. Na ehhez a Völkischer Beobachter náci toposzhoz Karl Marx készítette a jegyzeteket a Neue Rheinische Zeitungban. És ennek a Karl Marxnak a szobrát avatja föl, és mond nagy díszbeszédet az Európai Bizottság elnöke.
habatortán, hogy a szobrot a kínai kommunista párt ajándékozta Trier városának, Marx szülővárosának, de ilyenkor természetesen ez sem probléma. Ha a kínaiak Magyarországon vasutat építenek Belgrádba, az skandallum, mert mi együttműködünk egy állampárti diktatúrával, de ha az állampárti diktatúra egy potenciális tömeggyilkos szobrát ajándékozza, oda elmegy az Európai Bizottság elnöke beszédet mondani. Na, szépen libasorba kell állni, azt el kell menni édesanyátok keservébe. Ennyi a történet. És mindenképpen a sor legelején Juncker bácsi tántorogjon. Zsolt, ennyi fért a mai adásba. Köszönöm szépen, hogy itt jártál. A nézőknek a figyelmet. Két hét múlva találkozunk. Viszontlátásra.